Sziasztok, szeretettel köszöntelek bennetek. Most nem üzenetet hoztam számotokra, tehát nincs nyomorgató energia, ami szeretné, hogy üzenetet átadjak nektek, akár pozitívat, akár olyat, ami változásra hívja fel a figyelmet. Sokkal inkább azért jelentkeztem be, mert egy történet jutott eszembe, és nagyon sokat beszéltem korábban arról a mintázatról, amikor ugye a nők Egymás elé lépnek, és hát ennek az lesz a következménye, hogy tulajdonképpen áldozattá teszik a nőt, mindegy, hogy milyen úton, módon, leginkább szép szavakon keresztül, ugye, a csodálatos vagy, meg a stb. stb. De mögötte nincsen partneri kapcsolódás hanem csak ugye a pozíció begyűjtés a, a cél mindenképp. Nyilván nagyon jól tudjuk, hogy emögött sérülés van, leginkább az édesanyával való kapcsolatot kell gyógyítani, hogy valaki tudja hinni egy másik nőnek, és nagyon sok becsapást kell átélni ahhoz, <kül> hogy végre elérjen abba a közegbe, ahol már valóban nem szeretnék becsapni. De hogyha nem kezded el tisztítani a, az elme programodat, és nem nyitott szívvel maradsz benne a helyzetekben, hanem folyamatosan csak az előre pályázol, akkor nem tudsz bízni, tehát nem indul meg a bizalom az életedben, és hát így folyamatosan kételkedsz, és nyilván csak olyanokat tudsz magad köré vonzani, akik, akik szintén ebben vannak, és nem mernek bízni. Ennek az lenne a lényege, hogy amikor megérzed, hogy egy nő eléd akar lépni, és már meg is tette, te odaadó voltál, tehát adtad magad, egyetlen célja volt, hogy eléd lépjem, akkor viszont mm, tehát eléd lép, de nem marad benne a partneri kapcsolódásban, tehát nem a célja az, hogy együtt haladjatok, csak maximum ő is áldozatnak érezte magát melletted, és ezért vissza szeretné szerezni a pozíciót és már járja az útját, tehát nem nagyon foglalkozik vele, tehát energetikailag valójában nyomorga téged. Ezt megint nem tudom másként mondani, mert ezt kell megérteni, hogy energetikai síkon nagyon-nagyon erős hatása van mások gondolatának a mi életünkre, akkor is, hogyha nem tudjuk. És hát ugye ebből kifőleg, hogyha téged akadályoz, akkor téged megbénítanak azok a gondolatok, amit az ilyen nők küldenek feléd. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy amikor ezt észreveszed, hogy ilyen kapcsolatról van szó, akkor uh, uh, inkább mondj le a kapcsolatról, mint hogy uh, belállj a vitába a veszekedésbe, és engedd el. Tehát, hogy um, vége. Bezárul az energiakapu. Mert uh, mert akkor, hogyha megtartod ezeket a kapcsolatokat, akkor nem fogsz tudni emelkedni, és nem fogsz beírni egy olyan közegbe, ahol biztonságosan mered mutatni a szívedet, a lelkedet, de ehhez az kell, hogy te folyamatosan a, a, az adás energiájában legyél, akkor is, hogyha becsapnak, mert azt tudni kell, hogy több billió sejtünk van. És a több billió sejtünk mind emlékeztet az összes traumára, amit ezzel kapcsolatban e, átéltünk a. A, akkor, amikor ilyen ö, nőkkel kapcsolódtunk, és hát azért lássuk be és valljuk be, hogy nagyon sok ilyen ö, nő nő van és volt, tehát, hogy nagyon sok sérülés lehet bennünk, körülbelül úgy képzeld ezt el, mintha minden egyes emlék, amikor mondjuk téged áldozattá tett, ö, akár az anyukád, vagy nővéred, vagy egy idősebb nőtanár, nő, bárki akkor benned kialakulhatott, ugye nem feltétlen, de kialakulhatott egy-egy trauma, mondjuk így mondom, hogy trauma buborék. És ezek a trauma buborékok, ezek mondjuk ott vannak a testedben, de úgy is elképzelheted, mintha egy körülötted lennének. És neked a karmikus forrás tisztítás, meg a meditáció, nyolc egy csakrás meditáció, ami el, nem elég, a, ehhez szükség van még a karmikus forrás tisztítása is. Tehát, hogyha ezeket a technikákat használod, akkor úgy is felfoghatod, mint hogyha egy elemlámpa lenne a kezedben. Zárójában jegyzem meg, hogy elemlámpa egyenlő 8. csakrás meditáció, és karmikus forrás tisztítás, és ezzel az elemlámpával szépen elkezded fölkutatni ezeket a trauma buborékokat. És amikor odaérsz egy, egy ilyen trauma buborékhoz, akkor szépen mm, belemész ebbe a buborékba, feltárod, és ahogy feltártad, elpárolok az érzés, és kipukkad ez a trauma buborék. És akkor mm, mész tovább, mert hát ebből az élményből, hogy mondjuk téged így áldozattá tettek a nők, tehát le kellett vágnod az érzéseket, és mondjuk akkor is kapcsolódnod kellett akár anyukádhoz, nővéredhez, vagy egy olyan nagy hoz, amikor. Ö, ö, tehát ugye te voltál a kisebb a családban, nem nagyon volt választásod, hogyha egy idősebb nő az ö, bekötött és ö, tehát a hátát mutogattak, nem nagyon volt más választásod, mint az, hogy levágd magadról az érzéseket, és kialakíts egy olyan viselkedés mintát, amivel ezt túléled. Most van, aki támad, van, aki úgy csinál, mint hogyha uh, nem is tudom, mint hogyha a szülővel, mint hogyha kedves lenne, de valójában elmögött mind-mind harag van, mint hogyha uh, megértő lenne, de valójában csak hülyének akarja nézni. Miért? Azért, hogy túlélje. Mert le kellett vágni az érzéseit, ott kicsiként, amikor az anyukája a hátát fordította, és hát gyerekként nem cseréhez családot, és valahogy túl kellett élned. Tehát, hogy mindannyian áldozatok áldozatai vagyunk, és ez sosem, sosem szabad másként gondolni. Egyetlen egy dolgunk van, hogy kiszálljunk ebből a körből. Akkor viszont reálisan kell látni, és hogyha reálisan látjuk, akkor ugye az van, hogyha foglalkozol, tehát adsz még tovább karaktert olyan nőknek, akik benne vannak még ebben az egymást áldozattá tesszük mintázatban, adsz nekik energiát, akkor nem jutsz ki. Tehát ott fel kell vállalni, hogy oké, okay, menjék, csak nyugodtan, szálljál tovább, repüljél, legyél nagyon boldog, de ott vége, tehát ott bezárul az energiakapu, és akkor ott vége, ha nem lépsz innen tovább, soha nem fogsz kiérni. De ennek az a feltétele, hogy amikor kapcsolódsz egy nővel, akkor viszont add oda magad, és tárt ki a szíved akkor is, hogyha úgy fogod érezni, hogy beleszel be csapva, mert ha beleszel csapva valóban akkor van esélyed arra, hogy az elmlámpával, zárójelbe, meditációval, karmikus forrása még tisztítással, megint újabb trauma buborékot oldjál fel. És minden egyes nő, aki abban van, hogy azért jön az életedbe, hogy nem a kölcsönösség teréből szeretne jelen lenni, tehát, hogy nem adok-kapok egyensúlyban van, abban a pillanatban ugye neked esélyed van arra, hogy ezeket a trauma ezeket kipukkazd. És minél többet kipukkazd, az annál kevesebb lesz. És annál jobban nyílnak az ajtók ott, ahol már nem szeretnének átvágni. Ez ennyire egyszerű. Persze súrlódás itt is lesz, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem lesz, de egész más biztonságérzeted lesz, ha ezeket a nehézségeket föloldod, mert tulajdonképpen azáltal, hogy ezeket a buborékokat te kipukkazgatod, azáltal az aurád egyre jobban megerősödik, és jöhetnek az ilyen nőket, hát el, elmész mellettük. Tehát ugye egyáltalán nem, nem fogsz velük foglalkozni. Tehát jó, oké, okay. megcsinálta, kész, elfordítod a fejed, és nem fogsz zavarni. Tehát nem, nem érdekel, és egy idő után megel, is mész mellettük. Nos, ennek van egy párja, ennek a. Mi történik tulajdonképpen? Hát ugye az történik, hogy az anya az áldozattá teszi a lányát, és hogyha az anya áldozattá teszi a lányát, akkor a lánya az nem erős. Tehát ott nincs erő, akkor nem tudja a lány az erejét használni, vagyis bűntudata van, szégyene van. Erre parazita minőségű emberek tudnak kapcsolódni. Most nézzük meg a másik oldalt. Most erről hoztam nektek egy történetet, és szeretném ezt veletek megosztani. Az történt, hogy már korábban történt, csak most eszembe jutott, és gondoltam, hogy emellé, a női áldozati minta mellé, hogyha te lépsz kifelé ebből, és elkezdesz bízni, hinni, oda tenni magad, és, és tényleg megbízni már, akkor fel kell ismerned azt is, hogy kiúsz teljesen a körbe, hogy Mondjuk ennek van egy férfi párja, de nem biztos, hogy csak férfi van fog ez az energia megjelenni. Mint ahogy ez az áldozati, um, egymást, áldoza, egymást áldozattá tesszük, ez sem csak szerintem nők között van. Ez egy energia, amivel a legtöbb embernek dolga van. És van a másik, ami, amit szintén nők is és férfiak is um, alkalmazhatnak. Azt történt, hogy ö, nagy boldogan, <laughs> szokásos. Ö, nagy boldogságom van, élem az életem, vidában, is ö, kapcsolódok, vásárolgatók, itt ott kommunikálok, és tényleg ö, jól érzem magam, abszolút, és ö, ö, kapok üzenetet. Ö, kapok üzenetet, ö, tudom, hogy úgy érzi a másik ember, hogy. Ö, akitől kaptam az üzenetet, hogy, hogy hm, hm, tehát nem tudtam hozzá kapcsolódni. Az az igazság, hogy ő szeretett volna hozzám kapcsolódni, de én nem tudtam hozzá kapcsolódni, és ezt egyébként meg is beszéltük, hogy ez így nem, nem működik, mert nekem ez így nem oké. Okay. És hm, Kaptam az üzeneteket tőle, ami nagyon kedvesek voltak egyébként, és én ö, reagáltam is, gondoltam, hogy kedves leszek. Ö, igen, nem, csak hogy az történt, hogy ö, ezekre a kedves üzenetekre én is kedves válaszokat adtam, és egy órán belül. Ö, nem, kezdtem nem jól érezni magam. És ugye többször mondtam már nektek, hogy nagyon fontos megfigyelni a testünknek a jelzéseit, mert ő mindent jelez. Tehát mindent, abszolút mindent jelez, és a jövőt is, és a múltat is uh, tudja jelezni számunkra. És uh, folytatom az életemet <laughs> egy boldogságban, és ez csak eszembe jutottak emberek és azt éreztem, hogy így meg fognak jelenni a terembe, és hogyha megjelennek a terembe, akkor mondjuk én itt találkoznék velük, akkor én egy ilyen nagyon erőteljes szégyen érzet jött föl. És nem is értettem, hogy ez mi történt, de egyre rosszabbul éreztem magam, és tudtam, hogy ezek nem az én érzéseim, és tudtam, hogy ez valami olyan mechanizmus, ami hatással van rám, és tudtam, hogy, azok az emberek, akik eszembe jutottak, tulajdonképpen ö, úgy akarják intézni, hogy én haragudjak meg rájuk, de ö, nem sikerült nekik ez a terv, mert ugye én nem haragudtam meg rájuk, hanem azt mondtam, hogy jó mennél csak nyugodtan az életedbe, és ö, nem fogok utánad lépni. Tehát tulajdonképpen az történt, hogy ezek az emberek, egy négy-öt férfi így eszembe jutott, és egyből szégyen éltem meg, hogy nem tudtam, hogy itt mi történik tulajdonképpen. És folytatódott néhány óra múlva ez a üzenetváltás, és hát azt vettem észre az üzenetváltás során, hogy egyre terhesebb nekem ez a, ez a helyzet, és akkor, ugye, amikor egyre terhesebb a helyzet, leginkább az ember fölháborodik, és azt mondja, hogy, hogy, hogy um, hagyjál békén. Igen, nem, de valahogy jelzést kaptam a gondviseléstől, hogyha én azt mondom, hogy, békén, hogy hagyjam, hagyjon engem békén, akkor uh, pontosan eléri a célját, mert az volt a célja, ennek az embernek, ugyanúgy, mint annak a négy-öt férfinak is, aki eszembe jutott, hogy elbizonytalanítson. Tehát először a kedvesség energiáján keresztül, utána pedig a teljes elbizonytalanító energián keresztül. Tulajdonképpen kihúzták a lábom alól a talajt úgy, hogy már nem tudtam, hogy mi az én gondolatom, és uh, mi az, ami az övüké. Tehát tulajdonképpen azt szerették volna elérni, hogy én haragudjak meg, és hogyha én megharagszom, akkor akkor ők jól érzik magukat. Ez nagyon érdekes és nagyon izgalmas, de ők nem úgy csinálták, mint az a másik energia, amiről beszéltem, ez a női energia, hanem ők úgy csinálták, hogy kiúzták a, a lábad alul a talajt. Ez nem nagyon tudom másként mondani és csinálni. Ugye beszéltem már nektek a sunyi energiáról. Ez, ez, is sunyi, de... Nehéz is most megfogalmaznom, hogy tulajdonképpen szégyent, szégyent éreztem akkor azokban a helyzetekben, hogy nem vagyok jó. És ezt energetikailag éri el a másik ember, és amikor szégyent érzel, akkor hajlamos vagy arra, hogy kitámadjál. Ehhez kapcsolódó történet jutott eszembe. Tavaly vagy tavaly előtt, 2020, szerintem 2022-ben, egyszer mentem a Balatonra, és tudtam már, amikor elindultam, akkor tudtam, hogy baleset fog történni. De aztán kérdeztem a gondviselést, hogy elindulhatok-e, el, és mondta, hogy igen, hogy elindulhatok, és el is indultam. És az történt, hogy ment előle egy traktor, és nem nagyon lehetett előzni, úgyhogy szépen így hát, döcögtünk utána. És a mögöttem lévő autó az egyszer csak megunta. Körülbelül én voltam a harmadik a traktor után, ő meg szerintem a negyedik és megunta ezt az arra szolgatást, hogy az előtte lévők azok nem kerülik ki a traktort, és, és elkezdett beelőzni. És én csak annyit hallottam, hogy nagy durranás, ugyanis nem nézett hátra a visszapillantó tükörbe, és egy motoros is előzött, és összekoccantak, és pont mellettem koccantak össze, tehát a motoros ez ezer felé szakadt. És hát ugye az autós, az tovább ment, megkerülte a traktort, és ott megállt. És amikor amikor kiszállt a traktoros, akkor az volt neki a, a, a kiabálva, mondta ott mindennek és mindenkinek, hogy, hogy mégis mit gondolt ez az ember, én jeleztem neki, hogy ezt ne csinálja, tehát most pontosan nem emlékszem, hogy milyen mondatokat mondott, de olyan mondatokat mondott, amiben ezt az autóst abszolút szégyenben tartotta. Azonnal eljöttem onnan, mert, mert hát több okból is, tehát hogy nem, nem voltam erre az egészre kíváncsi, Másrészt a, a traktorosnak a viselkedése az, Annyira alacsony gondolkodást, tovább mentem egy száz métert, és azon gondolkodtam, hogy ennek az embernek az egész életében meg, meghatározó lesz, hogy valakit. Ö, ö, hogy valakit előtött, és valaki meghalt. Tehát, hogy ez egy olyan ö, lelki trauma lesz, amit ő egy életen át cipel, és igen, sok, mind, akinek van jogosítvány, az pontosan tudja, hogy egy hajszálom múlik sokszor ö, sokszor. Ö, az, hogy nem történik baleset, és mindannyiunknak van egy, van egy választási lehetősége, és most ő ezt választotta, hogy kilép, hogy kitör, és előzni fog, és ez nem volt olyan jó döntés, de az, hogy egy másik ember az így, így szégyenben tartotta, ez nagyon meghatározó rossz érzést kelthetett benne, és ugye erre nagyon sokan, akik főleg racionális gondolkodás azok nagyon-nagyon hajlamosak erre, hogy, hogy megszégyenítsék. Erről megint egy történet jutott eszembe. Most még gyorsan ezt is elmondom, hogy az utcán valaki ő, ő, leverte a diót a diófáról, és az unokájával együtt volt ott, és egy ismerősöm oda ment hozzá, és mondta neki, hogy és most itt az utcán összeszedett dióból fog majd diós csinálni a karácsonyra a családnak, és oda teszi nekik, hogy nagy örömmel nem szégyeli magát, hogy így szedte le az utcán, itt lopja el az utcán a diót. Ó, szóval bízom, hogy értitek, hogy hogy hogyan tartják egymást az emberek szégyenbe, anélkül, hogy mondjuk tudatosak lennének rá. És ugyanúgy a, nyilván a traktor sem volt tudatos arra, hogy a kimondott szavaival egy szégyen energiát tesz a térbe, és ez a, a párja tulajdonképpen az áldozati mintának végül is azt szeretném ebből kihozni, hogy ez az áldozati mintának a párja azt, hogy valaki szégyenben szeretne téged tartani, ugye ezek kapcsolódnak leginkább össze, és ez energia. Tehát mindegy, hogy milyen szavakat tesz valaki a térbe, az teljesen mindegy, a tested jelezni fog. Ezért újra és újra mondom, tudatosság, tudomány egyes szint workshop. Február 24-25-26-án, án 8 csakra csakrás meditáció 0-24-ben, karmikus forrás emléktisztítás folyamatosan. Az ener családi energiamezőkben, ha benne van neked is, hogy addig-addig dumál valaki a szégyen energián keresztül, akár szép szavakat, hogy te szarnak érzed magad, nem, tudom, nem tudok más mondani, mert én is ugyanazt éreztem, hogy hogy kerültem ide. Tehát kedves szavakat író üzenetek után szarnak éreztem magam. És akkor mentem a mére, és akkor kerestem, és akkor jött ugye a többi üzenet. Legszívesebben ugye kitörtem volna, és mondtam volna, hogy hagyjon békén. De mivel a gondviselés előre jeleztem már a testemen keresztül, hogy itt valami nehézség várható, tehát a jövőből idehoztam előre az érzést, ezért tudtam vele dolgozni, és ezt te is érzed. Tehát uh, semmi különöset nem csinálok, csak uh, sokat dolgozom belül magamon, és ennek a következménye az, hogy extra erős kapcsolatban vagyok a testemmel. Tehát, uh, és ez nem olyan, hogy a tudatosság tudományi kettes szintből tanítom, hogy az, az öt uh, képességen kívül, tehát a szaglás, a, a, ezek a különböző érzékelésen kívül, mit kell tenni ahhoz, hogy ezeket is bekapcsolod magadban. Ezek nem olyan különlegesek, amit más nem tud megtanulni, semmi más nem kell csinálni, mint gyakorolni. Ezek a technikák abszolút alkalmasak arra, hogy te kapcsolódj a testeddel, és ha nem kapcsolódsz, átverhető vagy. Ha nem kapcsolódsz, akkor a szép szavaknak hiszel, és szégyenben Tart, szégyenben tartanak, amire te ki akarsz törni, mert ki akarja a szégyen érzetet, ki akarsz törni, és a másik boldog, és megint elvitte az energiát, és hogy ő vigye el a karmát, amit ide akart nekem adni, az ő karmája, és ide akarja nekem adni, ezért egy másik fordulattal kellett kilépni ebből a, a kapcsolódásból, tehát nem azzal, mint amikor téged szégyenben tartanak, mert ugye, ha visszatérek arra, hogy leszállt a traktoros, és olyan mondatokat, meg energiát tett be a térben, mivel szégyenben tartotta ezt az autóst, akkor ugye az autósnak átlag gondolkodás szerint két, két választása van. Az egyik vagy kitör, jól beolvas ennek a traktorosnak, a másik az pedig visszahúzódik, és szégyenben érzi magát. De az, hogy ez ne történjen meg, ezt meg kell tanulni, hogy milyenből a kivezető út. Majd biztos még erről is sokat fogok beszélni, és nyilván, aki hozzám jön konzultációra, meg a, meg a tanfolyamjaimra, azok még pontosabb információkat kapnak erről. Bízom, hogy van, akinek segített ez. Uh, mosolygáson keresztül, és akik eszembe jutottak férfiak, nekem a múltamból, az életemből, és a mosolygáson keresztül, nekem a kedves szavakon keresztül tartanak szégyenbe, és uh, kihúzza a lábad alól a talajt, és azt érzed, hogy nem vagy jó. És a lelked mechanizmusa, ha már az őseidnél is ez volt benn, a lelked mechanizmusa abban a pillanatban, uh, azt fogja érezni, hogy nem vagy jó, és erre akarsz reagálva, reagálni, és nem választodni a helyzetekre egész más. Egész más, ha valaki kapcsolatban van a testével, és nem csak automatikusan választ, automatikusan reagál. Úgyhogy tudatosság tudománya egyes szint február 24-25-26-án konzultációval van, de kérhetett konzultáció nélkül is. Aztán ö, március 9-én indul a női kurzusom újra. Ez nyolc alkalmas, ebben abszolút érintve van a szégyen, ö, hogyan tartják egymást a szégyenben az emberek. Ö, nagyon sok minden a szívnyitástól kezdve, a bűntudat, a, a harag, a bosszú, tehát mind-mind olyanokról van szó, ami szerintem alap lenne, hogy, hogy ezeket mindenkit, ezeket kellene e, jobban átlátni, azokat a láthatatlan energiaszálakat, amik abszolút meghatározzák a, a mindennapjánkat, és azt se tudják az emberek, hogy miért lesznek hirtelen feszültek, dühösek, e, mert nincs kapcsolatuk a testükkel, és az egyetlen kiút az, hogy kapcsolatod legyen a testeddel, mert az emberek lelke tele van keserűséggel, és a keserűség az bosszút kíván. És ha ő áldozatnak érzi magát melletted, addig fog jönni, amíg ő áldozatnak nem tud téged. És hogyha a, 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 a neki nem, ez az, nem ilyen formában van a lelkében, egy automatikus viselkedés, hanem mondjuk olyan formában, hogy szégyenben akar tartani, hogy kiúzza a lábad alól a talajt, akkor ő azt fogja megtenni, csak hogy ő ne érezze azt, hogy nem jó. Tehát nagyon kevesen dolgoznak belül magukon, nagyon-nagyon kevesen, és e ezt kell megtanulni, hogy, hogy kívül nem mozgatjuk az energiát, hanem figyelünk a testünkre figyelünk arra, hogy ki mit akar betenni a térbe. És ugye az orákrumkártyák, kártyák, amiket, amiket ehhez a videóhoz kaptatok, az a teljes feltöltött, és a vonulj vissza ezektől. Vonulj vissza. Jön, szép szavakat tesz a térbe, és érzed a testedben, hogy elbizonytalanodsz. Vonulj vissza. Tehát a, ugye ezt is sokszor mondom, a legtöbb ember hormonjainak a rabszolgája. Ha szép szavakat mondanak neki, akkor boldog, szárnyal, <laughs> és ezt tanuljuk a tudatosság tudománya egyes szint fölsokonban, hogy, hogy mondhat bármit. Mondhat. Ha neked a testeddel kapcsolatod van, akkor te simán lezárod, és azt mondod, oké, ismerem ezt az energiát, ismerem a lelked keserűségét, a lelked bosszúját menj tovább. És kidolgozod magadból, és visszavonulva azt mondod, áthangolod az életem, áthangolom a lelkemnek az automatizmusát, mert megfigyeltem már, hogy mi a lelkem automatikus viselkedése az anyámon keresztül, az apámon keresztül, nagyon mélyen megfigyelem őket, hogy hogyha az anyám egy áldozat, aki szintén áldozattát teszi a másik nőt, akkor ehhez milyen parazita minőségű férfi kapcsolódik, aki csak használja tulajdonképpen a nőket, és a szégyenen keresztül elítette vele, hogy nem jó. Amikor egy nő elhiszi, hogy nem jó, akkor pedig elkezd harcolni, és elkezd kiakadni, ettől ugye a férfi erőt nyer magának, mert hát a nő kiakad, szóval ez egy örtögi kör, és ebből muszáj kijutni, és hogyha sikerül áthangolni a lelkednek a mechanizmusát, nem csak azért, mert uh, simán utat enged azoknak a nőknek, akik azért jönnek, hogy uh, eléd lépjenek, és már szálljanak is tovább a saját életükben, nem partnerek, visszavonulgatnak, és ott várogatják, hogy majd te adjál újabb energiát, nem partneri áramlásban vannak, és ugyanúgy a, a másiknál is mondjuk ez férfi energia, de nem biztos, hogy csak a férfiak csinálják ezt vagy azt, csak mondjuk most így könnyebb nekem megszólítani ezeket az energiákat, de hogyha ezt tudod, hogy neked van a családi energiameződben olyan, aki szándékosan tart szégyenben, szándékosan húzza ki a, a talajt a lábad alól, akár a szép szavakon keresztül, ez energia, energia, akkor totál bizonytalanít téged, és azt se tudod, hogy fiú vagy vagy lány, és akkor kiakadsz, teljesen kiakadsz, mert nem is érted, mit beszél, és ö, abszolút kiakadsz, és ö, kitámadsz, kitörsz, ő meg mutogat rád újjal, hogy he, -he, he, nézzétek meg, ki van akadva, nem tudom, ezt ismeri -e valaki ezeket a, ezeket a mintázatokat, szóval meg kell tanulnod a lelked automatizmusát megfigyelni, és felülemelkedni, hiszen te magad vagy az orákulum, akkor tudsz növekedni, hogyha ezeknek az energiáknak ellen tudsz állni bízni kell, fontos, hogy bízzel, mutasd magad, és, és, és arra használd a technikákat, meg a tudást, hogy elemlámpaként kipukk az a búrékokat, és ne azért, hogy, hogy a lelked viselkedésével szépen visszavágjál, és kis bosszúk, és kis stb. stb. Illetve megcsinálhatod, csak újabb karmákat csinálsz magadnak. Tehát ezt értsd meg, hogy így nem fog kitisztulni a lelked. Úgy fog kitisztulni a lelked, ha nem fogsz visszavágni. No, további információkat erről. A kurzusaimon, workshopjaimon, egyéni konzultációkon tudok adni. Következő ilyen, az odaadó nő, az holnap lesz. Szeretettel vállok bennetek. Illetve a... Illetve a tudatosság tudománya egyes szint felsop, az pedig 24-25-26-án lesz. No, jó munkát ehhez, jó megfigyelést. Még mélyebbre bízom, hogy látjátok, hogy egyre mélyebb információkkal jövök, mert fontos, hogy egyre mélyebben vizsgáljátok azt, ami ott van bennetek és körülöttetek, de ehhez használni kell a meditációt és a, a karmikus forrás, tisztítás, mert különben csak okos leszel. És az okosságoddal sajnos nem fogsz karmát oldani. <laughs> nem fogsz traumaburékot oldani. Minden jót, sziasztok! Hello, hello, hello!